Az ezer lejt sem keresi meg a romániai alkalmazottak fele. Közel 1,5 millióan 750 lejt sem visznek haza, pedig az országos minimálbér 1250 lej, így a legkisebb nettó fizetésnek 975 lejnek kellene lennie. Aggasztóak a munkaügyi minisztérium által közzétett adatok. Romániában több mint 2,5 millió munkavállaló fizetése nem éri el az 1000 lejt adózás után, és további 1 millió alkalmazott nettóbére mindössze 1000 és 1500 lej között mozog. Gagyi Edit varrodában dolgozik, azt mondja, a havi fizetése korán sem fedezi a szükségleteit. Csak az alapra. Semmi kirándulás, semmi extra. Mennyit keres? Kézbe 900 valamennyit, változik havonta. Mire elegendő ez a pénz? Hát majdnem semmire, mondtam a számlákra. Romániában 1,4 millióra tehető azoknak az alkalmazottaknak a száma, akiknek a nettó adózás utáni havi munkabére nem éri el a 750 lejt. Ez jóval az európai átlag alatt áll. Ez azt jelenti, hogy Romániában nincs középosztály. Azt jelenti, hogy a szegények nagyon sokan vannak, és szegények, és a gazdagok időnként nagyon sokat keresnek. És gyakran ez a mutató az, amíg elmozdul, azt mondjuk, hogy az átlag jövedelem Romániában nőtt, ami gyakran azt jelenti, hogy tulajdonképpen a gazdagok többet keresnek. A szaktárca által közzétett statisztika csak a bejelentett munkaszerződéseket, illetve munkabéreket tartalmazza. A pénzügyi tanács becslései szerint a feketén dolgozók száma Romániában eléri a 1,5 millió személyt.